Most egy más perspektívából fogunk hallani erről a tematikáról, mégpedig dr. Tamási Béla bőrgyógyász szakorvostól, aki az Országos STD Centrum vezetője, és ő már, hát nem is tudom mikor, Béla, már több mint egy éve azt hiszem jelezte nekem, hogy ez a probléma, ez a jelenség eléggé előtérben van az ő hát klientúrájukban, vagy pacientúrájukban is, és most arra kértem meg, hogy beszéljen nekünk erről a jelenségről, ahogy ezt ők a nemi beteg gondozók mondjuk látják ezt az egész kérdést. Béla, átadom akkor neked a szót. Köszönöm szépen, Péter, és üdvözlök minden részvevőt és hallgatót. Először megosztom a képernyőmet. És igen, ez majdnem 2 évvel ezelőtt volt, amikor először Belecki Tamásnak, aztán pedig Péternek írtam, megkerestem őket, mert annyira elterjedtnek és égetőnek látjuk ezt a problémát a nemi beteg ellátásban, hogy az ő segítségüket kértem, hogy az érintettek hova tudnak fordulni, és azért nagyon örülök, hogy létrejött ez a workshop, és hogy azt is, hogy ennyien szeretnének hallani erről a témáról. Én jómagam bőrgyógyász és nemi beteg gyógyász vagyok, főként nemi úton terjedő fertőzésekkel foglalkozom, és ahogy Péter is mondta, jelenleg én vezetem az Országos Nemi Beteg Ambulanciát, ami a Szemmelweis Egyetem bőrgyógyászati klinikáján működik. És ugye én a nemi beteg gyógyász szemszögéből fogom egy picikét ezt a chemsex témát végigjárni, és gyakorlatilag ehhez az kell, hogy egy picikét képbe hozzam a hallgatóságot, egyáltalán a nemi úton teredő fertőzésekről, és utána fogok majd a nemi betegségek és a chemsex kapcsolatáról beszélni. Ugye nagyon fontosnak tartom orvosként, illetve nemi beteg gyógyászként és segítő szakemberként is, hogy egyáltalán beszéljünk erről a témáról, mert egy nagyon-nagyon fontos és egyre növekvő problémakörről van szó, én úgy gondolom. Tehát a nemi úton teredő fertőzéseknek a gyakorisága az egyébként is emelkedő tendenciát mutat Európában mindenképpen. Ugye ezen fertőzések arányaiban jobban érintik a chemsexelőket, tehát gyakorlatilag majd fogok becsléseket mondani, de hogy a nemi beteg ambulancián azért nagyon gyakran, vagy nagyon sok érintettet látunk, aki egyébként chemsexel. És önmagukban a nemi úton teredő fertőzések is népegészségügyi problémát jelentenek, fogok majd beszélni a hosszú távú következményekről, illetve komplikációkról, meg nyilván a chemsex is az addikciók oldaláról egy népegészségügyi probléma. És ugye a legnagyobb probléma az talán az, hogy hát Magyarországon legalábbis egészségügyi, tehát orvosok, vagy kimondottan nemi beteg gyógyászok nem nagyon tudnak erről a problémáról, nem is nagyon hallottak róla, tehát nincsen nagyon kidolgozott stratégia, vagy akár best practice, hogy mit kell csinálni az érintettekkel, vagy mondjuk, hogy én orvosként hogyan tudom őket a legjobban segíteni. A általánosságban a nemi úton teredő fertőzésekről elmondható, ugye ez a nemi betegség, amit itt szinonimikont használunk erre a kifejezésre, ez nem teljesen fedi egymást a két fogalom, tehát a nemi úton teredő fertőzés, illetve a nemi betegség, de most egy szinonimaként fogom használni őket. És gyakorlatilag olyan fertőzésekről, olyan kórképekről van szó, amiknek az átadásához szoros testi kontaktus szükséges, egész egyszerűen azért, mert ezek a kórokozók, hogyha kikerülnek az emberi szervezetből, akkor rendkívül gyorsan elpusztulnak perceken belül, az egyetlen kivétel a HPV. A HPV-nél leírták, hogy néhány napig esetleg életképes marad és fertőzőképes marad. Tehát gyakorlatilag a fő terjedési módjuk ezeknek a fertőzéseknek a szexuális kontaktus, vagy a szoros testi kontaktus. És ugye azért mondtam, hogy népegészségügyi jelentőségük van, mert ugye vannak ezek között a fertőzések között potenciálisan halált okozó kórképek, hogyha ezek nem nincsenek gyógyszeresen kezelve időben, okozhatnak hosszú távú egészségkárosodást, és ezekre fogok majd a következő diákon beszélni. Hogyha az európai trendeket megnézzük, most nagyon konkrét számadatokat nem akartam hozni, mert az nagyon száraz lenne, igazából azt akartam csak kiemelni, hogy egyre növekszik ezeknek a fertőzéseknek az aránya. Hogyha megnézzük a gonorrea, illetve a szifilisz esetében, ugye 2018-tól 2010,
2018-as adatok, mondjuk a 2012-es adatokhoz képest, ugye gonorrea esetében majdnem egy 100%-os ugrást láttunk, de azért szifilisznél sem elhanyagolható ez a növekedés. Ezt a táblázatot azért gondoltam felvetíteni, mert azt gondolom, hogy nagyon sok ember nincs azzal tisztában, akár egészségügyben dolgozik, akár laikus, hogy mennyire elterjedtek ezek a fertőzések Magyarországon, és hajlamosak azt gondolni az emberek, hogy ilyen fertőzések már nincsenek. Mert Ady Endre volt az utolsó, aki szifiliszes volt, és hogy azóta ez megszűnt. Ezek nem szűntek meg, mert ezek a mai napig létező fertőzések, és azért lehet látni, hogy mondjuk egy nap körülbelül két új szifilisz fertőzöttet diagnosztizálunk, hogy a gonorrából még ennél is többet. Amire felhívnám a figyelmet, hogy ugye ezek a járványügyi adatok a hivatalosan jelentett eseteken alapulnak, amiket ugye anonim, tehát személyazonosító adatok nélkül a Nemzeti Népegészségügyi Központnak kell jelenteni, de tudjuk, vagy hát sejtjük, hogy azért a gyakorlatban ennél sokkal több fertőzött van, mert nem minden egyes eset kerül vélhetően jelentésre, tehát hogyha a pontos járványügyi helyzetet le kéne írnunk, akkor ezeket a számokat egy másfélszeres szorzóval én úgy gondolom, hogy nyugodtan el tudjuk látni, vagy elláthatjuk. Ugye itt a hívét statisztikát lehet látni, hogy hány hívvel élő, regisztrált hívvel élő van Magyarországon, ezt is csak azért hoztam, hogy nagyjából képbe legyünk, hogy mégis hány érintetről lehet szó. És ugye említettem már a hosszú távú egészségkárosodást, amit ezek a fertőzések tudnak okozni. Ugye a hívről és a szifiliszről pontosan tudjuk, hogy ha nincsenek az érintettek időben diagnosztizálva és kezelve, akkor mind a két fertőzés potenciálisan halált okozhat. Hogyha kezelve vannak a betegek, akkor viszont ezek a fertőzések gyógyíthatók, szifilisz, vagy hogy a gyógyszeres kezeléssel a hívvel élők is gyakorlatilag ugyanolyan hosszúságú és minőségű életet tudnak élni, mint bárki más. A HPV-ről meg kell említeni, hogy a HPV-nek a magas rizikójú típusai, ugye a humán papillomavírusról van szó, tehát a magas rizikójú vagy high risk HPV típusok ugye daganatot tudnak okozni, és nem csak a nők méhnyakrákjáról van szó, amiknek a 100%-át a HPV okozza, hanem igazolt tény már, hogy a szemérentes rákok, az ánusz karcinómáknál is a HPV egyértelműen kórokozó, illetve a fejnyak régió daganataiban is, mint kofaktor jelen van és facilitálni tudja a daganatnak a kialakulását. Aztán ott van a gonorrea és a klamídia, ez kettő baktérium, nemi úton terjednek, mind a két baktérium meddőséget tud hosszú távon okozni, nőknél is, illetve férfiaknál is, akkor, hogyha nincsen időben diagnosztizálva és kezelve. És akkor azok a nemi úton terjedő fertőzések, amik kifejezett gyulladást okoznak valahol az anogenitális, az intim régióban, ezek mind-mind facilitálják, vagy egyszerűbbé teszik gyakorlatilag a hívnek az akvirálását, a hívnek az elkapását, tehát ezért is van jelentőségük. És hát nyilvánvalóan, ami hát talán köztudott, hogy azért a nemi betegségeket, főleg a magyar társadalomban nagyon-nagyon erősen összeköthetjük a stigmatizációval, illetve a diszkriminációval is, sajnos még akár az egészségügy berkein belül is. Ugye a chemsexről már nagyon sokan beszéltek, vagy sokat beszéltek az előttem szólók, ugye maga a kifejezés az ugye a chemical és a sex szókapcsolatából ered, és hát egy alulkutatott témának gondolom én, nemi beteggyógyászként, de ezt már úgy emlékszem, hogy Kós Mónika is utalt erre rá. Ugye a chemsexről csak nem kizárólag az MSM populációban beszélünk, tehát férfiakkal szexelő férfiak, nál nyer értelmet ez a jelenség. Az én saját, vagy a mi saját becslésünk az országos nemi beteg ambulanciából, hogy a nálunk diagnosztizált vagy kiszűrt nemi betegek körülbelül 10-20%-a lehet érintett, de ez csak egy durva becslés, és azért azt még egyszer hangsúlyoznám, hogy Magyarországon a legtöbb egészségügyi szolgáltató egyáltalán nincsen tisztában a helyzettel, nem tudják, hogy mi az a chemsex, vagy ha tudnak arról, tehát tudják, hogy mi a chemsex, akkor is bagatelizálják, és azt mondják, hogy nem ez a magyar nemi beteg gyógyászat legnagyobb problémája. Ugye a chemsexet leggyakrabban privát lakásokon, ugye házi bulikban űzik, és a legtöbbet használt szerekről már volt szó, ezt nem szeretném ismételni. Az, hogy milyen gyakori a chemsex mondjuk Magyarországon, arra megközelítőleg találunk adatokat a 2017-es IMIS felmérésből, ugye ez egy
európai internetes felmérés az MSM populációban, és ugye, hogyha itt megnézzük a 2017-es adatokat, akkor látjuk, hogy Magyarország a 4-5 százalékos range-be tartozik. Ugye ez most már 5 éve, hogy volt ez a felmérés, én azt gondolom, hogy ez alatt az 5 év alatt ez a szám egészen biztosan megnőtt, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is. Hogyha megnézzük a chemsex és a nemi betegségeknek a kapcsolatát, akkor a szakirodalomban azt találjuk, hogy a HIV-vel élők 25%-a részt vett már chemsexben, tehát chemsexelt életében. A PrEP-et szedők, ugye a PrEP az a pre-expozíciós profilaxisnak a rövidítése, de gyakorlatilag a HIV gyógyszeres megelőzésére szolgáló tabletta. Tehát a PrEP-et használók, a PrEP-et szedők 28%-a részt vett már chemsexben, és önmagában az, hogy valaki chemsexel, az a 2-4-szeresére meg tudja emelni valamilyen bakteriális nemi úton terjedő fertőzésnek az akvirálását. Itt holland adatokat hozott, ez egy nagyon érdekes holland kutatás volt, egy holland nemi gyógyászati klinika betegeit interjúvolták meg, és az ottani betegek 17%-a bevallotta, vagy beszámolta arról, hogy már chemsexelt, és hogyha megnézzük azokat az adatokat, amikre rákérdeztek ebben a kérdőívben, akkor azt láthatjuk, hogy akik chemsexelnek, vagy akik chemsexeltek, ott szignifikánsan több a szexuális partnereknek a száma, sokkal gyakoribb a védekezés nélküli aktus, ugye ez a CAS, ez a condomless anal sexet jelenti, és szignifikánsan sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy bármilyen bakteriális nemi úton terjedő fertőzést elkapjanak. Hogy miért érdemes a chemsexet és a nemi betegségeket egy kontextusban vizsgálni, az, hogy önmagában a chemsex megkönnyíti idézőjelben nemi úton terjedő fertőzésének az akvirálását, mert egyrészt igen-igen ritka az óvszer használat egy ilyen chemsexes buliban, sokkal fokozottabb az esélye az intraanális sérüléseknek, ugye itt több óráig, vagy akár napig tartó bulikról beszélünk gyakorlatilag, tehát az intenzív igénybevétel idézőjelben, aminek az ánusz ilyenkor ki van téve, vagy akár a szexuális játékszerek használata, vagy önmagában a fisting is, tehát az ökölszex, ugye intraanális sérülésekhez vezethet, amik ugye nyitott kaput jelentenek az ilyen nemi úton terjedő kórokozóknak. Ugye a chemsex során csökken a gyógyszeradherencia, ugye a HIV-vel élőknél, és a PrEP használóknál is megfigyelhető az, hogy elveszik, elfelejtik adott esetben bevenni a gyógyszerüket. Ugye chemsexnél annyira nem jellemző a tűhasználat, ugye ezt más módon szokták ezeket a szereket bejuttatni, de azért előfordul, és nyilvánvalóan tudjuk, hogy a közös tűhasználat az önmagában fertőző forrás lehet. Ami sokkal érdekesebb, és erről talán kevesebben tudnak, hogy ugye a szívószálak, amiket ezeknek a poroknak a felszippantásához használnak, ezek a szívószálak fel tudják sérteni az ornyálkahártyát, és leírtak már a szakirodalomban hepatitis C fertőzést, amit ilyen szívószállal, közös szívószál használattal gyakorlatilag adtak tovább az érintettek. És hát ugye azt pedig tudjuk, hogy a stigmatizáció miatt, ugye a dupla stigmatizáció miatt, amit Péter is mondott még az elején, az érintettek sokkal-sokkal ritkábban jelennek meg a szűrésen, mert egész egyszerűen félnek bekerülni az egészségügyi ellátórendszerbe. És akkor ez a szindémia szót, ezt egyre gyakrabban lehet használni, vagy egyre gyakrabban lehet hallani a nemi úton, a nemi gyógyászat tárgykörében. Ugye a szindémia, vagy szindemix angolul, az ugye a szinergista epidémia kifejezésből, vagy kifejezésekből került megalkotásra, és gyakorlatilag egymás hatását erősítő, és egyidejűleg jelenlévő járványokról van szó, tehát tágabb értelemben bármilyen közegészségügyi jelenségről vagy történésről. És ugye a chemsex szindémia önmagában azt jelenti, hogy a chemsexelők között nyilvánvalóan gyakoribb a depresszív zavar és a szorongás, ugye gyakoribb a nemi úton terjedő fertőzéseknek a száma, ugye jellemző az alkoholizmus és egyéb dependencia, és általánosságban legalábbis a szakirodalmi adatok alapján magasabb a szexuális rizikovállalási hajlam, és ezek így együttesen erősítik gyakorlatilag a halmaznak a többi részét. Ugye a chemsexnek a pszichés hátteréről én kevesebbet beszélnék, de ez például egy nagyon szemléletes ábra volt,
ami megmutatja, hogy mi ez a problémás chemsex ösvény, tehát hogy hogy kerülnek az érintettek gyakorlatilag egyre hát mélyebbre, csúnya szóval, amikor ahhoz képest, hogy valaki csak kipróbálja a chemsexet, ahhoz képest, hogy valakinek gyakorlatilag a minden napja arról szól, hogy már arra vágyik, hogy chemsexet használjon, és már önmagától nem tud kikerülni ebből a problémakörből. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán megoldási lehetőségekről vagy javaslatokról beszélni. Én annak nagyon örülök, hogy ennyien érdeklődnek a téma iránt. Én ezt a nagyon fontos problémának tartom. És mindenképpen azt kell, én azt gondolom a megoldáshoz, hogy egyrészt érzékenyíteni kell a kollégákat, tehát legalább egészségügyi körökben igenis beszélni kell erről a problémáról, és demedikalizálni is kell. Tehát egy érintett nek sokkal hathatósabban tudnak, én úgy gondolom, segíteni, akár civilek, akár szociális munkások, vagy sorstárs segítők, hogy ne kelljen az intézményesült egészségügy kereteibe bekerülni feltétlenül. Az orvosok social skilljein van mit fejleszteni Magyarországon, nem így gyógyászatban szintúgy, én úgy gondolom, és hát mindenképpen valamiféle összefogás kellene ahhoz, hogy egy hálót tudjunk kialakítani az érintetteknek. És akkor ezzel a QR kóddal szeretném megköszönni a figyelmet, hogyha valakit érdekel a téma, akkor a YouTube-on ingyen elérhető teljes hosszában a Chemsex című dokumentumfilm, amit az Egyesült Királyságban forgattak, ha jól tudom, és nagyon-nagyon jól és szépen körbejárja a témát. Köszönöm szépen a figyelmet!